A 6. regionális innovációs kiállítást a Széchenyi István Egyetem rektor helyettese nyitotta meg. Részben a mai nap az teret ad a kiállításoknak, tehát azoknak a partnereiknek, akik itt az egyetem területén kiállítási lehetőséget kértek és kaptak, de természetesen a mai alkalom arra is lehetőséget kell, hogy biztosítson, hogy egymással beszélni tudjunk, hogy úgynevezett partnerkeresést, azaz összetalálkozásokat tudjunk továbbvinni. Nagyon nagy öröm számunkra, természetes ez az egyetem vezetés számára, hogy ezek a kapcsolatok évről évre erősödnek, illetve szélesednek. Az internetes keresők egyik legnépszerűbb szava az innováció, ami nem véletlen, mondta a Kereskedelmi és Iparkamara megyei elnöke. A jó gazdasági környezetben lévő cégek számára is fontosak a fejlesztések. Mindenfajta gazdasági elemzés nélkül elmondhatjuk azt, hogy Európai Unió gazdasága szoros versenyben volt mindez idáig az Egyesült Államokéval, most pedig ugye az ázsiai gazdaságokkal, és ez felismerésre került, hogy a gazdasági versenyben a kulcs szó az innováció. És éppen ezért az innovációért folyik is a harc. Mihalics Antal hozzátette, a workshop jellegű kiállítás azért szerencsés, mert a vállalkozóknak be lehet mutatni, hogy egy-egy kreatív ötlet komoly hasznot hozhat a befektetőnek. A Győri Ipari Parkban működő innovációs ügynökség egy kezdőcégnek sokat tud segíteni. Évekkel ezelőtt, ha megkérdeztem induló innovatív vállalkozásokat, hogy mire lenne leginkább szükség a 90%-uk, vagy talán még több azt mondta volna, hogy pénzre. Azért az elmúlt években ez változott, most már nagyon sokan mondják azt, hogy tudásra, tehát például szabadalmi iparjogvédelmi szakértőre, ilyen jellegű tanácsadásra, marketing tanácsadóra, hogy a már mondjuk prototípus szintjén lévő termékével milyen irányba, egyáltalán milyen értékesítési rendszeren keresztül induljon el a piac felé, úgyhogy ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy egyre kompetensebbek, egyre nyitottabbak, egyre együttműködőbbek az innovátorok. És ez fontos, mert egy személy által megvalósított komplett innovációs folyamatot még nem láttam, tehát az innováció nem egy személyes történet, hanem komoly együttműködési készség szükséges hozzá. A rendezvény az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg.